emberek érdeklődése kísérte a 21. magyar-olasz válogatott labdarúgást. Június 12-e szeles, esős délutánján futott ki, nagy taps közepette a két csapat a pályára. Középütt fölállt a két csapat, és 50 ezer néző lelkes tapsa üdvözölte őket. A himnuszak alatt feszes vigyázba merevednek. Balról a harmadik olasz játékos Tonyon. Középütt a három játékvezető. Íme a magyar csapat, Puskás, Lakat, Kocsis, Budai, Szusza, Bozsik és a többiek. A himnuszok után sorsolnak. A sorsolásnál az olaszoknak kedvez a szerencse, és a magyar csapat óriási szélellen kezd. Rögtön az olaszok támadnak, ők kapnak jobban lábra, és Karappe léze a balszélsé, valamint Amadei a középcsatár vezeti a támadásokat. Most is Amadei lő, és Henni Géza minden tudására szükség van, hogy védeni tudja a rendkívül veszélyes lövést, de folyton támadnak az olaszok az első percekben. Megint ott van Karappe lézénél a balszélsénél a labda, veszélyes szögletet ível befelé, a magyar védelem röviden ment, megint az olaszok jönnek föl, hihetetlenül sok most a lendület bennük, Lorenzinél a jobb összekötőnél van a labda, ő viszi előre, átvágja keresztben a 12. percben, Karappe léze leállítja a labdát, lő, lövése a jobban. Alsó sarokba száll. Egy óra vezetnek az olaszok, és rendre támadnak. Az olasz csapat most kitűnően játszik. Amadeinél van a labda, ő ugrik ki, hihetetlenül gyors és űrge. Palocs Sanyi nem tudja szerelni, Boni Perti az a szőkehajú obszélséhoz kerül a labda, ő hátrafelé cselez, hátra megy egészen a 16-os vonalig, onnan beível át a túlsó oldalra Karapelézének. Karapeléze és Rudas csatájából a magyar fiú kerül ki győztesnek. A magyar kapitány egészen fölviszi a labdát az olasz térfél közepéig, vagy 50 méteren keresztül, ott Budainak ad, Budai finoman Kocsis elé teszi a labdát, Deláknál lő és gól! Egy-egyre áll tehát a mérkőzés, a magyar csapat kiegyenlíthetett, a közönség leírhatatlan örömújongása közepette, és most már rendre támadjuk. Állandóan ott tanyázunk az olaszok kapuja előtt. Az olaszok jóformán át sem jutnak a félvonalon, és ha igen, akkor is ott van Rudas, Börzsei és Balogh Sanyi, akik mindent menteni tudnak. De nincsen szerencsék, az olaszoknak azonban van, és ők is rendkívül jól védekeznek. Most is Szuszánál van a labda, Szusza mesteri csellel kiteszi ott Puskásnak a labdát, Puskás azonban leállítja, sokáig vár, aztán végre bead, de még mindig nem, most Szuszánál labda, lövés, lepattan emberről, és így megy ez 45 percen keresztül. Az olaszok sokszor 9 emberrel, 10 emberrel védekeznek. Most is Móró szerezte meg a labdát, Kocsis lábáról pattant le, utána szöglet következik, ezt fölé fejeljük, és így megy, folyton fölé, mellé száll a labda, megint Puskásnál van, azonban sokáig cselez, Deáknak ad végül is, és Deák bombája, hajszállal zúg el a kapu fölött. Hely, ha ez bement volna, de nem, nincs szerencsénk. Az olasz csapat rendkívül jól és keményen tud védekezni. A magyar fiúk az utolsó 10 percben is támadnak, Deák, Kocsis, Puskás, Szusza, mindannyian akarnak. Kocsis lövését Móró, az olasz kapu szögletre védi. A szögletet azonban ismét menteni tudják az olasz védők. Megint csak előre rendülünk, ott pattog a labda szinte percekig az olasz kapu előtt, de nincsen senki, aki belője a labdát. Végeredményben hiába támadtunk, egy-egy arányban eldöntetlenül végződött a mérkőzés.